Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Ruf Nikoletta vagyok, igazságügyi mediátor, Theta Healing instruktor és konzulens. Nagyon-nagyon szeretem a Theta Healinget, ezt gondolom már kiderült abból, hogyha valaki követi a munkásságomat. Ma is volt számos felismerésem, amit meg is osztottam már az Facebook csoportomban, a Theta felismerésekben. Hogyha valaki végzett már alaptanfolyamat, akkor szeretettel várom, hogyha csatlakozni kíván. A tanfolyamokról gondoltam, hogy egy pár gondolatot megosztanék. Én alaphaladó teremtés és bőség és ás mélyebbre tanfolyamokat tartok. Én azt gondolom, hogy az alappal már bármire tud az ember magára dolgozni, a haladóra szoktuk mondani, ott még külön technikákat tanulunk, hogy felteszi az íre a pontot, és én annak idején például a teremtés és bőség tanfolyamot szeretem volna elvégezni, aztán később a Vajana egy ás mélyebbre tanfolyamot is létrehozott tavaly előtt. Arra pedig azért szeretem volna menni, mert magának a technika részét domborítja ki a tanfolyam, tehát nem egy külön téma köré épül, illetve szerettem volna, egy nagy vágyam volt, egy olyan konzulensi képzést is elvégezni, amit maga a Vajana tart. Ugye az instruktori tanfolyamokat az csak nála lehet egyébként is elvégezni, de ez nekem egy álmom volt, hogy egy konzulensi képzésre is eljussak. Úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy az on instruktorok közé tartozom, akik a világon elsőként kaptak jogosultságot arra, hogy az ás mélyebbre tanfolyamot tartsák. A aktualitása a mostani videómnak abban van, hogy a jövő héten fogok egy teremtés és bőség tanfolyamot tartani, hétfőn kedden. Nagyon szeretem ezt a tanfolyamot, igazából mindegyik tanfolyamot nagyon szeretem. Abban nagyon jó, hogy a Vajana 100 leggyakoribb hitrendszert szedte össze, amik a teremtést és a bőséget gátolni tudják. Most van egy legutóbbi kedvenc kis példám. Most már másodszorra jártam úgy, hogy kiment a gondolatom, hogy én szeretnék egy szakadt farmert. Igen, nem csak, hogy ezt nem úgy kaptam meg, ahogy én azt gondoltam, hiszen alapjáraton ez nem is egy konkrét, hivatalosan elvégzett teremtésem volt, hiszen csak kiszaladt a gondolatom. Tehát ez arra nagyon jó példa, hogy ha tud valaki róla, ha még nem, hogy bármi is történik vele, saját maga hívja életre. Érdemes megfigyelni, hogy milyen gondolataink vannak, és hogyha nem azon járatjuk az agyunkat, amit éppen szeretnénk, akkor érdemes gondolatainknak az irányát megváltoztatni, és nagyon sokszor már ez elég a változáshoz. Utána ezeket, amikor kiteszteltük, akkor ásni szoktunk ezekre a hitrendszerekre, és nagyon érdekes, hogy olyan tesztelendők vannak közte, amit abszolút nem gondolna az ember, hogy bármi köze is van ahhoz, hogy az életében a bőséget vagy a teremtést akadályozza. Természetesen vannak letöltések, ugye ez nem maradt a tanfolyamról, és jó néhány ásás is van a tanfolyamban. Aztán utána a héten egy ás mélyebbre tanfolyamot fogok tartani Fehérváron. Ha valaki úgy érzi, hogy akadozik neki az ásás, akkor külön tudom a figyelmébe ajánlani. Nagyon sok tipp, praktika hangzik el a tanfolyamon. Ha valaki konzulensként szeretne dolgozni, akkor alapjáraton ajánlott elvégezni, illetve további tanfolyamoknak az elvégzéséhez is szükséges. Ennyit szerettem volna most megosztani. Azt látom, hogy sokan elakadnak, mert az a hiedelmük, hogy tanfolyamra kell menniük ahhoz, hogy változzanak, hogy fejlődjenek, hogy valamiben előrelépés történjen. És vagy érdemes ebből kilépni, hiszen nem a tanfolyamok adják meg a változást, hanem amit ott munkát elvégzünk, vagy pedig elengedni azt, hogy nincs pénzem, hogy eljussak, hogy nem tudom, hogy hogyan menjek el, nem engedhetem meg magamnak. Sokszor tényleg a legviccesebb történeteket hallom, hogy végül kinek hogy oldódik meg, hogy eljusson egy tanfolyamra. Szóval, hogyha érzed a hívást, akkor jelentkezz, az elérhetőségeimben megtalálsz. Szeretettel várlak, és kellemes napot kívánok!